读懂。 Köszönöm békével köszöntöm a kedves nézőket a Speránca Reménység Televízió kereszt utadásában. Örvendek annak, hogy a mai alkalommal újból Istennek igéjét hallgathatjuk meg. Meghívottam Barabás Zsolt Adorján, aki Istennek igéjét fogja szólni a mai alkalommal. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást egy ige szolgálatra. Köszönöm a meghívást, és Hadd kívánjak sok áldást a kedves nézőknek az ige meghallgatásához. Milyen igét készítettél, illetve mire éreztél ihletést ezzel az alkalommal, amelyben meghallgatjuk, amit az Úr közöl velünk? Egy mindennapi emberi szükségletről beszélek, és pedig a, a megbocsátás kérdéséről. De talán ennél többet nem is árulnék el azért, hogy a nézők majd az Ige hallgatása közben megérthessék, hogy mi, a, mi az üzenet. Az igazság az, hogy az előttünk álló időszakban, a Húsvét ünnepe előtt, és általában az advent közösségben, az áprilisi hónapban az urvacsoraosztás időszaka van, a megbocsátás az egy nagyon fontos kérdés, és néha mindenki magából indul ki talán ez egy kihívás, ezért azt hiszem, hogy mindenki számára egy olyan kihívás, amit, amit, fel kell vállaljunk, hiszen az üdvösség ezen keresztül vezet az Úr Jézus Krisztushoz. Köszönjük ezt a gondolatsort, és az Úr kívánom a szolgálatra. Köszönöm, hasonlóképpen, és is Isten, én is Isten áldását kívánom a hallgatókra, illetve azt, hogy az üzenet oldjon meg egy-két kérdést majd azok számára, akik küzdenek azzal, amiről szó lesz. Kedves nézőink, mielőtt Istenek igét hallgatnák meg, következzen egy énekszolgálat. Sok áldást kívánok a meghallgatásban. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik összegyűltek egy néhány perc erejéig az igét tanulmányozni. És szeretném meghívni a kedves jelenlevőket arra, hogy egy ótestamentumi példázatot tanulmányozzunk közösen. Egy olyan példázatot, amelyet Istennek egyik profétája mond el Isten kifejezett parancsára. És a hallgatója ennek a példázatnak, az elsődleges hallgatója, a Biblia egyik nagy embere. Egy olyan bibliai személyiségről van szó, akit a legtöbben kedvelnek, a gyerekek hősévé válik, és amelynek az élete a legtöbbünk számára jól ismert. Róla mondja a Szentírás, hogy Isten szíve szerint való ember. Gondolom, ebből a legtöbben rájöttek, hogy Dávidról van szó. A proféta, aki a Példázatot mondja, nátán proféta. Egy Dávidhoz nagyon közel álló valaki, aki részben a királyi családnak a fogadott tagja, azért mondom ezt, mert nátán proféta volt az, aki dajkálta, és akinek a kezei és szárnyai alatt fölnőtt Dávid egyik gyereke, és pedig Salamon, aki később. Trónörökös lett, és követte Dávidot a királyságban. Nátán próféta, így tehát családtag, úgymond, és ő az, aki egy másik nevet is adott Dávid fiának, Salamonnak. Lehet, hogy ezt már kevesebben tudjuk, de egy Jedidjá nevet kapta tőle Salamon, és ez a név azt jelenti, hogy az, akit Isten szeret. Valószínű a viszony Dávid és Nátán próféta között szoros volt és közeli. Mégis nem szabad elfelejtenünk, hogy Dávid a példázat időpontjában, amelyet hamarosan felolvasunk, király volt Izraelben, és hatalmas király még hozzá, akit a környék is elismert, az emberek tartottak tőle, a népek féltek tőle és látni lehetett azt, ahogyan Isten áll az ő sorsa, az ő királysága, az ő ereje, hatalma mögött, és látni lehetett azt, ahogyan Isten megáldotta az ő életét. Hadd mielőtt tovább mesélnénk előzetesben, olvassuk el a példázatot Sámuel második könyve 12. fejezetéből. 12. fejezet első versétől kezdve így hangzik az ige. Az úr elküldte Dávidhoz Nátánt, az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag, meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt, a szegénynek nem volt egyeve, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és a gyermekeivel együtt nőtt fel nála. A falatjából evett, poharából ivott és az ölében feküdt, mintha csak a leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta a magai huhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Eddig tart a példázat. Első látása nagyon jól látható, hogy ebben a példázatban van egy kis túlzás. Bár az izraelitáknál a ceremoniális keretben megvolt az, hogy a bárány leülés előtt magukhoz vették és közel voltak azért, hogy a gyerekek és a család hozzánőjön az állathoz, hogy majd később, amikor fel kellett áldozni, akkor legyen egy kis érzelmi kötődés is, amelyet föl kellett áldozni a bárányjal, az állattal együtt. Mégis itt van egy kis túlzás. Nem hiszem, hogy sok olyan ember lenne, aki falatából, poharából ad a báránynak, és gyerekeként az ölében dédelgetni és ott altatná. Főleg nem a mai világban. Igen, tudunk arról, és láttam én is gyerekkoromban példát arra, hogy egy sérült, szenvedő kis bárányt egészen addig, ameddig fölépült, és ameddig megerősödött, a, a pásztor gyakran az ölében a karjain hordott, de itt ennél többről van szó. Aztán a túlzás másik dolga, vagy másik része az, hogy a gazdag tényleg annyira fukar és annyira önző volt, hogy a, az ő fölöséből nem volt hajlandó adni a vendégének, inkább elvette a szegénytől az egyet. Ám bár ez túlzásnak tűnik, mégiscsak talál, a valósággal. Akkor, amikor Dávid meghallotta ezt a példázatot, az ige tovább folytatja az ötödik versben, azt olvassuk, hogy nagy haragra gyulladt, az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak, az élő úra mondom, hogy halál fia ez az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és könyörtelen volt. Dávid a történet hallatán két ítéletet mond ki. Ugye bár király volt, gyakran a királytól megkéretett és elváratott az, hogy ítéletet mondjon a panasztevők vagy az egymással veszekedők, vitatkozók ügyében. Éppen ezért Dávidban az igazság érzett felébredt és haragra gerd. Azt mondta, hogy hogy lehet ilyet tenni? Hogy lehet valaki ennyire magának való és annyira önző, hogy ne törődjön testvérével és elvegye az egyedüli jószágát, amelyel rendelkezett csak azért, hogy megvendégelje a vendégét. Két ítéletet mond Dávid. Az egyik a vétkes ellen szól, a vétkes élete ellen szól, és azt mondja, hogy meg kell halni annak az illetőnek, aki ilyet tett. Nem a bárány miatt, hanem maga a tett gonoszsága miatt. A második ítélet az a Mózes második könyve 21. fejezetével megegyező törvényen alapuló ítélet, amely azt mondja, hogy ha valaki eltulajdonít valakitől egy bárányt, akkor négyszer annyit kell adnia érte. És látszik, hogy Dávid ismeri az Isten törvényét, és annak alapján ítél. Visszaemlékszem gyermekkoromra, az a híre járja, hogy csintalan gyerek voltam, én erre nem emlékszem már. Gondolom azok, akik nézik a, az ige hirdetést, hasonlóan nem emlékeznek a gyerekkoruk csintetteire, illetve rosszasságaira. Viszont jól emlékszem arra, hogy egy apai nagybátyám mindig tudta kezelni a csintalanságomat. És akkor, amikor valami olyat tettem, amely, amit nem szabadott volna, vagy nem kellett volna, ez a bátyám az ölébe ültetett, és kezdett mesélni nekem egy történetet, egy bizonyos Gergő nevezetű gyerekről, aki csodák csodája, pontosan azokat a csíntetteket és rosszaságokat követte el, amelyekért én felelős voltam, és amelyeket én korábban elkövettem. És amikor bátyám mesélte a történetet egy másik személyről, az igazság érzed bennem is felébredt, és rájöttem arra, hogy az a bizonyos Gergő tényleg rossz tetteket hajt végre, és csintalan, és engedetlen, szófogadatlan, és a gondolatomban úgy ellenkeztem azzal, amit ő tett. Mondhatnám azt is, hogy elítéltem. Könnyű volt ezt tenni, mert bár a történet eseményei tökéletesen illettek az én életemre és a csintetteimre, mégsem rólam volt szó, hanem gergőről. Ugyanezt történik meg Dáviddal is. Egy harmadik szeméről könnyű e, e, döntést hozni, felette ítélkezni, és Dávid azonnal, gondolkodás nélkül, dühében és haragjában, gondolom az Isten e, lelke vezetése alatt, aki éppen Leckét akar adni Dávidnak, kimondja a halálos ítéletet maga felett, illetve a kártérítés ítéletét. A történet innen egy nagyon komoly fordulatot szenved, és ami következni fog, ahhoz nagyon-nagyon sok bátorságra van szükség, elsősorban Nátán proféta részéről. A hetedik vers folytatja az eset leírását, és ezt olvassuk. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Hú, nem lettem volna abban a pillanatban sem Nátán proféta helyében, sem a király helyében. Nátán proféta helyében azért nem lettem volna, mert kellemetlen ezt a rossz hírt vinni. Kellemetlen megalázni az embert Isten üzenetével, bár jogos, és tudjuk a történtek alapján, hogy Dávid hibás volt, elvette egyik szolgájának, a hetita úriásnak a feleségét, aki kiderül a cselekmény sorozatból, hogy a leghűségesebb emberei közé tartozik, aki részegen is hűséges bajtársai iránt, és nem engedi meg magának azt a kényelmet, hogy puha ágyban odahaza aludjon, és a feleségével hájon, miközben a társai a csatatéren veszélyeztetik az életüket. Mekkora nagy a kontraszt Dávid tette, aki késő délután kell föl, amikor az emberei a háborúban vannak, és nyújtózódik, meg kényelmesen éli meg a napjait, és ekkor következik be, ekkor kezdődik a a gond Becsabé ügyével kapcsolatosan ekkor kezdődik el a bűnök sorozata. Ez az úriás viszont, bár a király parancsolja, hogy menjen haza, becsületből nem teszi ezt meg. Mennyire becsületes lehetett ez az ember, aki még részegen is így dönt és így cselekszik. Dávid még ekkor sem szánja meg, még ekkor sem bánja meg a bűnét, hanem eldönti, hogy talán életének legocsmányabb és legaljasabb tettéhez folyamodik, amely talán a csalás, a hazugság, a paráználkodásnál is nagyobb, és pedig az, hogy elküldeti úriással, az ő hű szolgájával a saját maga kivégző levelét. Talán ez mindennél is több. Isten nem tudta eltűrni ezt a döntés, döntést és ezt az aljasságot. És ezért küldte el Nátán profétát, aki most szembesíti Dávidot bűnével. A másik dolog, amiért nem lennék Nátán proféta helyében, az a következő. Nem kell elfeledni, hogy Dávid egy uralkodó, hatalmas hírnévre és erőre szertett király. És ahhoz, hogy Nátán proféta mindössze egy fejjel alacsonyabb legyen, csak egy rövidke parancsra volt szüksége és egy karcsapásra. Éppen ezért bátran Isten támogatásával felvértezve néz Nátán proféta Dáviddal szembe. És miután kimondja ezt Nátán proféta, akkor nem lennék Dávid helyében sem. Mert ha addig magas lehetett Dávid vérnyomása a dűtől az eset hallatán, ekkor orcája olyan szinten éghetett és pirulhatott, mint életében addig sohasem. A csendben, titokban véghez vitt cselekmény, ahogyan a szöveg is leírja és hamarosan olvasni fogjuk, napfényre derül. Dávid elfelejtette, hogy Isten látta, amit ő tett, és lelepleződik a király tette. Hiszem azt, hogy Dávidban ekkor egy kisebb világ omlott össze, és még véget sem ért a gondolatsorozat a fejében, amikor Nátán próféta folytatja, és Isten szavait szemrehányóan elmondja. Isten azt mondja, én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak házát, és a te öletbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát? Miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? A hettita úriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita úriás feleségét, hogy az a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr, éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád, feleségeidet szemed láttára veszem el, és másoknak adom, másnak adom elnézést, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt, Ahogyan Dávid ítéletet mondott a példázatban szereplő fiktív személyiség vagy fiktív szereplő fölött, úgy elkövetkezett annak az ideje is, hogy Isten ezúttal konkrétan Dávid élete fölött és Dávid tettei alapján kimondja az ítéletet. Az ítéletnek viszont nem ér, nincs itt még a vége. Azért, mert a történetben, ahogy eddig fordulók voltak, itt is van egy forduló. És ha komoly volt az, amikor Dávid ítéletet mondott, talán még komolyabb az, amikor e, megtudta, hogy róla van szó, aztán fokozódik a dolog azzal, hogy Isten szemrehányásokat tesz és ítéletet mond ki Dávid fölött. Talán az egész eseménynek most következik az igazi nagy és számunkra sokat mondó fordulója. Amikor Dávid meghallotta azt, hogy a példázat róla szólt, meghallotta Isten ítéletét vele szemben, akkor a következőket mondja Dávid, és szeretném, hogyha erre fektetnénk a hangsúlyt, védkeztem az Úr ellen. Egy alkalommal Összehasonlítottam Dávid életét és Dávid nagybűnét a Saul életével és az ő nagybűnével. Hogyha a kedves nézők visszagondolnak a két esetre és összehasonlítják azokat, rájönnek arra, hogy emberileg, emberileg beszélve a Saul tévedése lényegesen kisebb volt, mint a Dávidé. Saul engedetlen volt, türelmetlen volt. Dávid viszont, aljas és gaztettekre vetemedett. Mégis Isten sault elvetette, Dávidot pedig nem vetette el. Az írás azt mondja Dávidról, hogy Isten szerint -e szíve szerint való ember, ám nagyon sokan elfeledjük, hogy mikor is mondta Isten ezt. Hogyha visszaemlékszünk a Szentírásban, Isten akkor nevezi szíve szerint való embernek Dávidot, amikor királyá keni őt. Maga Sámuel szavain keresztül nevezi így Dávidot, akkor, amikor Dávid még suhansz, még fiatal ember. Semmi kép sem mondható el az, hogy Isten szíve szerint való embernek nevezte Dávidot akkor, amikor elkövette ezeket a gaztett sorozat, gaztetteket és egy egész sorozatot belőlük. Dávid viszont ebben az esetben, bár bűnös, vétkes, hibás, méltóság teljesen viselkedik. És itt van a különbség közte és Saul között. Akkor, amikor Saul vétke lelepleződik, Sault még mindig az érdekli, hogy mit mond a nép, és unszója, sőt, kényszeríti Sámuelt arra, hogy maradjon vele, és menjen vele áldozni Dávid esetében egészen mást látunk. Dávidot nem érdekli más véleménye, hanem lelki szemeimmel elképzelem, amin Dávid meghajtja fejét, és elismeri, hogy Isten ellen védkezett. És talán egy újabb fokozatot helyezünk bele, bele a történetbe, azaz vegyünk figyelembe, amelyet maga az esemény leírása már tartalmaz. Hogy mit mond erre? Nátán proféta. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Mivel azonban ezzel a tettel okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalászkodásra, ezért meg kell halnia a fiadnak, aki született neked. Emlékezzünk vissza, Dávid két ítéletet mond halálfia legyen az, aki ilyet tett, és négyszer annyit fizessen vissza. Halálfia az azt jelenteni ebben az esetben, hogy Isten vissza kéne vonja Dávidtól az élet ajándékát. Viszont itt azonnal válaszol a jó Isten, Dávid elismeri a vétkét és belátja, hogy Isten ellen követte el mindazt, amit elkövetett, és az Isten azonnal válaszol, és azt mondja, hogy Isten megbocsát, nem fogsz meghalni. Bár jogos lett volna az, hogy Dávid abban az ítéletben részesüljön, amelyet ő maga mondott ki, Isten az ő szeretetében megbocsát, mivel Dávid megbánja, megbánnya bűnét. Szeretném azt, hogyha megegyeznénk, hogy Isten nem vár a válaszszal. Nem kéri arra Sámuelt, hogy szóljon Dávidnak, hogy néhány nap múlva majd választ kap. Nem mondja azt, hogy levélben értesíteni fogják őt. Nem huzavonázik, hanem azonnal megadja a választ. Isten is megbocsátott. Nem halsz meg. Azt viszont vegyük figyelembe, hogy Dávid második ítélete, vagy ítéletének második részét Isten nem törli el. A következmények egy részét nem törli el. Dávid élete megmarad viszont gyermekeinek az élete áldozatként Dávid bűnéért elkéretik. Mindössze néhány versel később, ebben a 12. fejezetben, a 19. versben azt olvassuk, hogy a gyerek, akit Becsabé szült, meghalt. Még azt is érdekes észrevenni, hogy Nátán proféta nem közvetlenül az eset megtörténése után jön látogatóba Dávidhoz. Ugye Becsabé teherbe esik, ahogy üzennek Dávidnak, hogy Becsabé teherbe esett, Dávid üzen úriásért. Úriással nem jön össze a terv, ő meghal, és végül a gyerek megszületik, mert az írás alapján azt látjuk, hogy a Nátán próféta történetmondásának idején már élt a gyerek, már megszületett. Nátán proféta tehát vár, az Isten Nátán profétán keresztül, lehet, Dávidnak megengedte azt, hogy higgye el, elfelejtődött a dolog. Fátyol került rá, hogy a szövegben is olvastuk, hogy titokban, sikerült titokban tartani. De Isten az, aki bizonyítja, hogy nem maradt titokban a dolog. Egy az, hogy Isten megtudta, második pedig az, hogy Isten ellenségei is megtudták. Ezért Dávidnak viselnie kell tettei, döntései következményét. Isten meg kell engedje ezeket a következményeket azért, hogy a környező népek, az Isten ellenségei, ők is láthassák, nem ért egyet Isten ezzel az életvitellel. És hogy bár királyról van szó, bár a nép vezetőjéről legyen szó, neki is Ugyanúgy meg kell állni Isten törvényei előtt, és őt is ugyanolyan szinten felelősségre vonja Isten, mint bárki mást. Éppen ezért attól függetlenül, hogy milyen tisztséget töltenénk be ebben a világban, minnyáján egyformán, teljesen egyformán felelünk Isten előtt az Ő törvényei alapján. A mai el elmélkedésünknek az első és legfontosabb, tanúsága, amelyet szeretném, hogyha elmélyítenénk és megegyeznénk a következő. Isten akkor, amikor hibát követünk el, amikor vétkezünk, és bevalljuk, belátjuk a bűnünket, azonnal adja a választ. Kedves keresztény nő és fitestvérem, bátorítalak arra, hogy élj ezzel az ajándékkal, és hidd el azt, hogy amikor te bocsátod kész, bármire nagy, bármilyen nagy legyen a bűnöd, Isten meghallgat, Azonnal és választ ad. Azonnal. Isten alig várja, hogy a vele fenntartott viszonyod rendezett viszony legyen. Éppen ezért alig várja, hogy megbocsáthasson neked. Dávidnak a bűnei csúnyák, rútak, talán emberekhez nem is méltó cselekedetek, nem pedig egy istenfélő királyhoz, talán sokkal inkább nem méltó egy ilyen királyhoz ám Isten megbocsátja ezeket a tetteket. Elnézi ezeket a bűnöket a megbocsátás folytán. Mennyire jól tudni az, kedves keresztény nő és fitestvérem, hogy Isten várja a bocsánatkérésünket, és alig várja, hogy mi válaszoljunk az ő meghívására, ő pedig fölszabadíthasson és megoldást adjon, a közte és köztünk levő feszültségre. Dávidnak Isten azonnal megbocsát. A második tanulság, amelyet szeretném, hogy ma elsajátítsunk, az ebből a történetből fakad, és ugyancsak az Ótestamentumban található egy következtetés és egy folytatása ennek az esetnek, amelyet maga Dávid szavaiból olvashatunk. Ennek a leírását a Zsoltárok könyvében találjuk meg, pontosabban az 51. Zsoltárban, amelyet maga Dávid írt, és a Zsoltár tartalmazza a címében a pontos beazonosítását időben, annak, amikor ez a Zsoltár keletkezett. Nátán proféta miután a példázatot elmondta Dávidnak, Dávid ítéletet hozott, aztán lelepleződött Dávid tette, Isten is ítéletet hozott. Az első ítélet az volt, hogy fegyver marad a házában, az ítélet második része pedig a bocsánatkérés után hangzik el, hogy Isten elnézi, azaz megbocsát neki, megszabadítja életét a haláltól, ám a következményeknek jönnie kell, hogy mindenki lássa, Isten nem ért egyet azzal, amit Dávid tett. Az 51. Zsoltár úgy születik, hogy valószínűleg miután Dávid, eh, Dávidtól eltávozik Nátán proféta, Dávid bevonul egy helyre, képzelem én, és egy maga átgondolja azt, amit tett. És ennek következtében megszületik az 51. Zsoltár, talán az egyik, hanem a legszebb Zsoltár a Szentírásból. Dávid kiönti lelkét Isten előtt. Az a Dávid, aki korábban titokban és csendben próbálta megoldani és megúszni védkes cselekedeteinek a következményeit, ez a Dávid mostanra nyíltan fölvállalja a védkét. És olyannyira nyíltan, hogy zsoltárt ír arról, amit tett. Egy olyan zsoltárt, amelyet meg is zenésítenek. És ez a zsoltár így nyilvánosságra jut. Ó, nem azért, hogy dicsekedjen vele, nem azért, hogy bemutassa, hogy ő királyként miket engedett meg magának, hanem azért, hogy tanulságot nyújtson mindazok számára, akik olvassák azt. Tanulságot olyan értelemben, hogy meneküljenek a bűntől. Tanulságot olyan értelemben, hogy lássák, hogyan rendezi Isten a bűnök kérdését. Ha olvassunk el egy rövid részletet ebből a Zsoltárból, és elmélkedjünk annak alapján, és vonjuk majd le a második tanulságot ezzel az esettel kapcsolatosan. A harmadik verstől kezdve így hangzik e, Dávidnak a kérése. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mozd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened védkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem. Anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Most meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem. És az erős lelket újítsd meg bennem nevesd el orcád, neves el orcád elől, szent lelkedet, nevedd el tőlem. Nagyon tetszik nekem ebben a Zsoltárban az, az ahogyan Dávid tudomásul veszi Isten ítéletét a következményekkel kapcsolatosan. Tetszik az, ahogyan nem perel Istennel, és nem jár közben azért, hogy szabadítsa saját magát a következményektől. Dávid elkönyveli, hogy Isten igazságosan és jogosan ítélt. Elismeri azt, hogy ő vétkezett, és hogy egyedül Isten ellen vétkezett. És elismeri azt, hogy ő méltóan viseli Isten döntésének a következményeit. Ami még nagyon tetszik ebben a Zsoltárban az, hogy Dávid az Istennel fenntartott kapcsolatára figyel. A legfontosabb neki az, hogy Isten jelenléte, az ő lelkének jelenléte ne távozzon az életéből. Nem szeretne Isten nélkül élni, bár istentelen módra élt korábban. Hogyha nem tudnánk, hogy ez a szakasz az ó testamentumból származik, talán azt is mondanánk, hogy a hangvétele, a bizalom, a meggyökerezettség az Isten hitben olyan nagymértékű, mintha az Új Testamentumból származna egy olyan ember tollából, aki találkozott az Úr Jézussal személyesen. Mennyire megnyugtató és vigasztaló érzés látni számunkra azt, hogy az ótestamentum embere is, az Isten lelke és vezetésének a jelenlétében élhetett ilyen bizalommal. Így él Dávid. Rájön arra, hogy az élete gonosz, és hogy nem szeretné így folytatni tovább. Istenhez fohászkodik, és a teremtés szavával, a bárá szóval élve azt mondja, hogy teremts bennem új szívet, Uram, mert a régi rossz új szívet, tiszta szívet teremts bennem. Dávid egy megtérő lélek. És talán itt újra látjuk azt, hogy miért jelentette ki ifjú korában Isten azt, hogy ez az ember, ez a fiatal ember szívem szerint való. Azért, mert Dávid kellő tapasztalattal rendelkezett az istenes életben, kellően ragaszkodott Istenhez ahhoz, hogy miután élete ennyire rútul és csúnyán rossz vágányra tért, legyen, amire emlékeznie, hogy van kiben bíznia, és Istennél van megoldás az ő bűnére. Az első tanulság ebből az esetből az, hogy Isten azonnal válaszol a Dávid elismerésére, a Dávid bűnvallomására, és azt mondja, hogy megbocsátok. És szeretném, hogy első tanulságként ezt megrögzítsük és megegyezzük szíveinkben, bár akkor, amikor védkezünk és tévedünk, szaladunk és menekülünk Istentől, és ha én lennék a gonosz, én is szeretném, hogy bárki ezt tegye, hogy meneküljünk attól, aki az egyedüli, aki meg tudja oldani a bűneink helyzetét. Olyan, mint amikor menekülnénk az életünk forrásától, és minél távolabb jutunk tőle, annál nagyobb a valószínűsége, hogy meghalunk és belepusztulunk ebbe. Az Istentől való menekülés gyakorlatilag konkrétan öngyilkosságot jelent, mert elszakítjuk magunkat az élet forrásától. Éppen ezért, kedves keresztény nő és fitestvérem, bátorítalak arra, hogy bárhányszor védkezel, bárhányszor nyoma bűnnek terhe, azonnal menj az Úr Jézushoz, és mondd el, Uram, nincs erőm bocsánatot kérni, nincs erőm a szemedbe nézni, de tudom, hogy egyedül te tudod megoldani a kérdésemet, a kérésemet, a helyzetemet, Kérlek, bocsáss meg, mert vétkeztem ellened. És Isten azonnal válaszol erre az imára. Csak bízunk ebben. A második tanulság, amely ebben a történetben rejlik, a további ige szakaszokban található meg. És röviden csak említeném, a 15., 16. és a 17. versben Dávid ugyanazt a kérést háromszor ismétli meg, Három különböző fogalmazással. Amikor Dávid találkozik Istennel és megérzi Isten megbocsátó erejét, szándékosan, azaz óhatatlanul fölmerül benne egy olyan kívánság, egy olyan óhaj, amely minden olyan keresztényben meg kellene találtassék, aki megbocsátást tapasztalt Isten részéről. A 15. versben Dávid azt kér Istentől, hogy támogassa őt, hogy ő így taníthassa utaira a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzá. Taníthassa a hűtleneket. A 16. vers azt mondja, hogy igazságodat újongva hirdeti a nyelvem. A 17. vers azt mondja, hogy dicséretedet hirdeti szám. Dávid háromszor mondja el ugyanazt, ami megszületett benne a megbocsátás tapasztalatának a nyomán, szeretné Isten igazságát hirdetni mindazoknak, akik halandóak, akik tévegők, akik távol járnak Istentől. Kedves keresztény testvérem, a második tanulság ebből a történetből az, hogy aki megtapasztalta Isten megbocsátó erejét, az belülről késztetést fog érezni arra, hogy másoknak is mondja el, mit jelent szabadnak lenni Isten által az ő kegyelméből. Éppen ezért hadd jegyezzük meg Dávid tapasztalatából ezt a két tanulságot. Egy. Menekülj Istenhez, ha védkeztél, mert ő azonnal megbocsát és felszabadít a bűnöd alól. És kettő. Hogyha tényleg megszabadultál, egy késztetést fogsz érezni belülről, hogy másoknak is elmond ezt. Kedves testvérem, ha te ezt nem érzed, azt jelenti, hogy megoldatlan bűnök terhelik az életedet. Menj Jézushoz, és Jézus szabaddá fog tenni téged azáltal, hogy megbocsátja bűneidet. Hálás vagyok a Istennek azért, hogy adta nekünk Dávid tapasztalatát Nátánnal. Kevésbé azért, hogy Becsabé, Úriás és Dávid négy gyereke áldozata lett ennek a tapasztalatnak. Viszont azért íratott meg mindez, hogy mi tanuljunk belőle. Tanuljuk meg, hogy Isten kegyelmes az iránt, aki bevallja, és tanuljuk meg azt, hogyha megbocsátott nekünk Istenünk, felelősségünk ezt megosztani másokkal is. Sok áldást kívánok mindenkinek ehhez, az Isten jelenlétét az életünkben, és azt kívánom, hogy minnyáján legyünk szabadok az Úr Jézus Krisztus szeretetteljes áldozata által. Amen. A történet, amelyet most elmesélek, tőlünk nagyon messze, egy távoli országban történt. Egy olyan országban, ahol mindig meleg van, és ahol sűrű erdők vannak, pontosan Attila, pontosan Afrikában történt, igen. Sűrű erdők vannak, és nagyon sok vadállat él. Mit gondoltok, milyen vadállat? Oroszlán, oroszlán tigris, zsiráf, nagyon jó. Elefánt. Nagyon jó lehel. Az is van. Az a Nílus folyóban van. Igen. Igen, nagyon ügyesek vagytok. Na lássuk, mi történt ebben a távoli országban. Élt ott egy vadász, akit úgy hívtak, hogy Perembi. Egyszer, amikor a dzsungelben kószált, észrevette, hogy egy fa tövében egy kicsi állat mocorog. Nem is tudta felfedezni hirtelen, hogy miről van szó, Kíváncsian közelebb ment, és látta, hogy a kis állat nem más, mint egy leopárd kölyök. Nagyon meglepődött, és egy kicsit meg is ijedt, mert tudta, hogy a kis leopárdhoz közel kell legyen a leopárdnak, a kis leopárdnak az anyukája. A láncsáját magához szorította, körülnézett, és észrevette, hogy a közelben egy nagy leopárd hever a földön, de ez a leopárd már halott volt. Ekkor perembi rájött, hogy a kis leopárd most már egy árva jószág, nincsen neki anyukája. Úgy gondolta, hogy hazaviszi és felneveli. Ölbe vette, és elindult vele hazafelé. Amikor a faluba értek, az emberek kíváncsian vették őket körül, és nézték, Perembi, mi van az öletben? Mikor meglátták, hogy egy kis leopárdról van szó, akkor egy kicsit meghökkentek, és azt mondták Perembinek, Perembi, nem jó, amit teszel, ez nagyon veszélyes. Megjelent a falu főnöke is, és ő is azt mondta Perembinek, Perembi, kérlek, ne vidd haza azt az állatot, mert tudod, a kis leopárdokból nagy leopárdok lesznek, és a nagy leopárdok ölnek. De Perembi csak legyintett egyet, és nevetve továbbment. Mikor hazaért, a gyerekei nagyon megörültek az édes kis állatnak, simogatták a puha szőrét, elkezdtek fogócskázni vele, és nem sokára a leges-legjobb barátok lettek. Képzeljétek el, a tenyerükből etették a leopárdot, és tudjátok mivel? Megmondom, szapkásával. És a leopárd napról napra nagyobb és nagyobb lett. Nőttek a fogai, nőttek a karmai, és a hátán a foltok mind sötétebbek lettek de a tekintete most is olyan szelíd és barátságos volt, mint az első nap, amikor a vadászhoz került. Egy nap azonban nagyon szomorú dolog történt. Perembi a vadász fát vágott az udvaron, és véletlenül megvágta egy kicsit a kezét, és azonnal kibudjant a vér. A Leopárd közel állt hozzá, oda ment, és nyalogatni kezdte Perembi sebét. De ahogy megérezte a vér ízét, egyik pillanatról a másikra megváltozott. Az addig szelíd és barátságos tekintete hirtelen félelmetessé vált, az izmai megfeszültek, és rávetette magát Perembire. Úgy összeszorította, hogy Perembi meghalt. És miután ez megtörtént, a hír a faluban futó tűzként terjedt el. Az emberek megijedtek, szaladni kezdtek, azt se tudták, hogy hova rejtőzenek el a megfeldühödött leopárd elől. A leopárd pedig felbőszülve járkált a falu kihalt utcáin. És ekkor a főnök azt gondolta, nekem most tennem kell valamit. Tennem kell valamit a falu lakóiért. Magához vette a láncsáját, és kilépett az utcára. Amint észrevette a Leopát, azonnal megtámadta. De a főnök nem hagyta magát. Egy élet-halál harc kezdődött közöttük. A főnök megsérült. A kezéből, a lábából, az oldalából folyt a vér. De hősiesen küzdött, és egyik pillanatban a Leopárd holtan terült el a földön. Ekkor a főnök összehívta a falu lakóit, és azt mondta nekik, most már nem kell félnetek. A Leopárd halott, de sajnos Perembi is halott, pedig figyelmeztettem, hogy a kis Leopárdokból nagy Leopárdok lesznek, és a nagy Leopárdok ölnek de sajnos ő nem hallgatott rám. És most szeretném, ha levonnánk néhány tanulságot ebből a történetből. Tudjátok, ez a kis leopát hasonló a kicsi bűnökhöz. Azokhoz a bűnökhöz, amelyekről azt gondoljuk, hogy ó, ezek nem is olyan veszélyesek. Például nem fogadunk szót anyukának, vagy apukának, vagy nem mondunk igazat, esetleg megbántjuk a testvérünket, és azt gondoljuk, ó, ez nem olyan probléma. De ez nem így van, mert ezek a bűnök is a kis leopárthoz hasonlóan megnőnek, és addig nőnek, növekednek az életünkben, amik egyszer megölnek minket. Ezért nagyon kell vigyázzunk, hogy ne engedjük meg a kis bűnöket az életünkbe, ne dédelgessük őket, ne ápolgassuk őket, hanem a Drága Jézus segítségével próbáljunk megszabadulni tőlük. És ugyanakkor a főnök, aki megmentette a falu lakóit, hasonlítható a Drága Jézushoz. Ő is megküzdött a sátánnal azért, hogy mi boldogok lehessünk. Azért, hogy mi egykor ott lehessünk vele az ő országában. Csak meg kell tanulnunk, hogy a kis leopárdok milyenek lesznek? Nagyok. Nagyok lesznek, és a nagy leopárdok mit tesznek? Ölnek. Ölnek. És mihez hasonlítható ez? A bűn. A bűnhöz. Nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.